Isten kegyelméből én is 7 évet itt töltöttem ebben a gyülekezetben. 6 évet úgy, hogy nem voltam tagja a gyülekezetnek, mert még kicsi voltam. Az első 6 évet itt töltöttem, én itt születtem, a régi kórházban láttam meg a napvilágot, és amerre járok, ez mindenhova elkísért. Ha kérdezik, hogy hova való vagyok, hogy hát Szatmári, mert Szatmáron születtem. Igaz, hogy amikor megszólalok, akkor egyéb dolgok jutnak eszébe az embereknek, mert a hangsúly az nem egészen ide való, de hát ugye a szolgálat a szüleimet elvitte a Székelyföldre, és én ott nőhettem föl. És miután az iskolát befejeztem a katonaságot, azután még egy évet itt lehettem, akkor már úgy, mint a gyülekezetnek a tagja, és innen mehettem teológiára, mert az Úr megszólított erre és elhívott erre a szolgálatra. Meg lehet figyelni általában a gyülekezetek krónikájában azt, nálunk is, Zilahon és itt is, hogy az ébredések után mindig vannak olyan időszakok, amikor egy kicsit nehezebben megy a lelki munka. És megfigyeltem azt, hogy nagyon sokszor az történik a gyülekezetekben, hogy megtér egy generáció, felébred egy generáció, meglátja azt a kincset, azt az értéket, amit Isten ad, és utána pedig a gyerekei úgy veszik, hogy hát ez magától értetődő, hogy mi is ide tartozunk a gyülekezethez. Hát persze, ha a gyülekezethez tartozunk, akkor Istenhez is tartozunk. És ez nagyon sok helyen probléma, hogy a szüleink nagy ébredők voltak, és alapító tagok voltak, sokat tettek a gyülekezetért, hát akkor nekem is elég, ha ott vagyok a gyülekezetben, hallgatom a szép énekeket, megtanulom, hogy mit kell itt mondani, és hogy kell viselkedni a gyülekezetben, de aztán, hogy mi történik a világban, ez már sokszor nem érdekli a második generációt. És ez az egyik felhívás, amit én szeretnék mondani, hogy nem elég az, hogy vallásosak vagyunk. Nem elég az, hogy egy felekezethez tartozunk. Mindannyiunknak személyes Isten élményre, személyes átélésre van szükségünk, mégpedig arról, hogy kicsoda az Isten, és szükség van arra, hogy nekünk is az Isten személyesen kijelentse magát. Ez az, ami az életnek az alapja. És hogyha van az embernek egy ilyen átélése, személyes hite az Istenbe, tudja, hogy kicsoda az Isten, ha már állt meg a Szent Isten előtt úgy, mint bűnös ember, soha, de soha az életbe, ezt el nem felejt. Én se felejtem azt el, amikor úgy álltam az Isten előtt, mint bűnös ember. Amikor az ő jelenlétébe kerültek, és utána pedig jött a felszabadulás, az öröm, és jött a megtisztulás. Éppen ezért én most a mai generációnak szeretnék szólni, először azoknak, akik még nincsenek megtérve, utána pedig azoknak, akik megtértek, és már ott vannak a küzdőtéren, és az Úrért harcolnak. Az egyik nagyon fontos üzenet, amit a Biblia kihangsúlyoz, hogy két lelki család van. Van az ördög családja, és van az Isten családja. És leplezetlenül a Biblia kimondja azt, hogy mindannyian, akik megszülettünk erre a földre, az ördög családjába születünk. Ádám és Éva vétkezett, szembefordult az Istennel, és Isten úgy döntött, hogy abból a közösségből, mint olyan őket kirekesztik. És az utódaik, akik tőlük születtek, már nem voltak tiszta egyedek. Bennük volt a bűnös gondolkozás, benne volt és bennünk van a bűn csirája, és így terjedt el a bűn ezen a földön. Ennek aztán nagyon sok rossz következménye lett. De mi is ebbe az állapotba születtünk, és a mi anyám ebben az állapotban hozott világra. Azt mondja Dávid, bűnben születtem, és bűnben melengetett az én anyám. Pál apostol így mondja az Új Szövetségben. Mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. És megtérni azért kell, hogy az egyik családból átkerülj a másikba. Tulajdonképpen ez a megtérés, hogy felismerem, hogy egy bűnös ember vagyok, aki ellene szegültem az Istennek, de jövök és kérem a kegyelmet, kérem az Isten bocsánatát. És akkor azt mondja a Biblia, hogy megbocsájt, megtisztít, és olyan az életem, mintha semmi se történt volna. Azt mondja a Biblia, hogy a bűnt az Isten a hátam mögé veti, és nem emlékezik meg róla. És ez az,
ami olyan megtapasztalás, amit az ember nem felejt el. Úgy nevezi a Biblia, hogy megtérés, másik felől pedig úgy mondja, hogy Isten újjászül minket. Mindenképpen egy olyan alap, ami az életünket megváltoztatja, és attól kezdve Isten fog munkálkodni bennünk. De miután ez a változás megtörténik, azután kezdődik el a nagy harc. És azután úgy van, hogy az embernek küzdeni kell. És aki igazán hívő lett, az kikerült a küzdőkébe. Küzdeni kell, és meg kell vívnia a jónak és a rossznak a harcát. Míg aztán elérkezik az ember az Isten országába, és azt, amit neki adott Isten itt a Földön, azt kiteljesíti, ott már nem lesz idő, egyszer ugye letesszük ezt a földi testet, kilépünk az időből, ahol már nincs idő. És ez az, amire szeretnénk felkészíteni mindenkit, mi lelki pásztorok, lelki vezetők, felelős, hívő emberek, hogy amikor le kell tedd a testedet, amikor ott leszel az élet és a halál mesdjéjén, akkor úgy állhass meg az Isten előtt, hogy neked jutalom legyen, és ne a kárhozat, mert a lelked az halhatatlan, és az nem úgy van, hogy megszülettünk, és miután meghalunk, nem létezünk többet. Nem, létezik az ember, csak a test marad itt, azt eltemeti, de a lelked él, és nem mindegy, hogy hol fogod folytatni az örökké valóságot, hogy Isten országában, vagy elkárhozva az örök kárhozatban, amiről szintén beszél a Biblia, és azt akarja Isten, hogy ne jussunk oda, és ne ez legyen az osztályrészünk. Mi az, amit mond azoknak, akik kívülök lettünk, és akik ott vagyunk a küzdőtéren, és harcoljuk a hitnek a harcát? Először is azt mondja itt az ige, hogy annak okáért mi is, akiket a bizonságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűn, kitartással fussuk meg előttünk elő küzdőtét. És négy üzenetet szeretnék itt elmondani, nagyon röviden a testvérek. Az első üzenet. Félre kell tenni az akadályokat és a megkörnyékező bűn. Van úgy, hogy valaki hívő lesz, megismeri az Úr Jézust, megismeri Isten szeretetét, és utána jönnek a gondok, jönnek az akadályok. Egyszer emlékszem, beszéltem, prédikáltam egy helyen, egy kis faluban, és egy asszony a végén visszamaradt, Istené legyen ezért a dicsőség, és imádkoztunk utána, aztán évek teltek el, és kérdeztem a gyülekezet előjáróját, hogy hogy van az a néni. Azt mondja, nagyon jól indult el, bemerítkezett, hál' az Úrnak, de azt mondja, most nem jól van. És kérdezem, mi a probléma? Hát azt mondja, nagyon megharagudott a Jóistenre. És miért? Hát azt mondja, azért, mert nem úgy hallgatta meg az imádságot, ahogy ő kérte. Nagyon kérte, hogy Isten gyógyítsa meg az ő leányát, de nem gyógyulás lett belőle, hanem meghalt és elment. És ezért ő nagyon haragos és nagyon perlekedik a Jóistennek. És van, ez egy akadály. Amikor valamit kérünk az Istentől, és nem úgy hallgat meg. Nem úgy adja meg a dolgokat, ahogy mi azt kértünk. De testvéreim, nem ez az élet a legnagyobb kincs. Az örök élet a legnagyobb kincs. És ha Isten úgy dönt, hogy valakit elkészít és hazavisz az ő országába, mi azt is el kell fogadjuk, és azt kell mondjuk rá, hogy jó ott lenni, Krisztussal együtt lenni, mint a Földön lenni. Ugye emlékeztünk arra, hogy sokan meghaltak, és mondták, hogy hogy hiányzik, valóban nagyon hiányoznak azok, akiket szeretünk. De nekik ott jó, ők nem vágynak ide-vissza, mi vágyunk oda. Ők nem vágyják azt, ami itt volt, azt a sok terhet, azt a sok feszültséget, amit vinni kellett, ők azt letették, és ott vannak, és Isten országában együtt örvendeznek. Tehát ez lehet egy akadály, amikor valaki csalódott, és amikor valakinek Isten nem úgy adta meg a kérését, ahogy ő ezt kérte. Ha van valaki ilyen a teremben, én arra kérem ma este, ma délután, hogy tegye félre az ilyen akadály. Nem botránkozta meg az Istenben. Az Isten tudja, hogy mit csinál. Az Isten látja a mintát felülről. Tudja, hogy mit miért enged meg. És minden javára van azoknak, akik az Isten szeretik. Ebbe bíz, ebbe hív, és meglátod, hogy a legnehezebb körülményből is az Isten jót hoz ki neked. A következő akadály lehet a hitetlenség. Ezt is mondja Pál apostol, hogy ezt is meg kell tagadni, ezt is félre kell tenni. Megtagadni a hitetlenséget.
Mikor jön elő a hitetlenség? Például akkor, amikor olvassuk a Bibliát, és egy nagy csodáról olvasunk. És azt mondjuk, hát hogy történhetett meg ez a csoda? Én ezt nem tudom megmagyarázni. De nem ez a kérdés, hogy meg tudjuk-e magyarázni. Mert azért csoda, hogy nem tudjuk megmagyarázni. A csodát soha ember meg nem tudja magyarázni. Az azért van leírva a Bibliában, mert megtörtént, és Isten beavatkozott, és ez csoda. A csodákat megérteni, vagy megmagyarázni nem lehet. Ezt elhinni lehet. Soha senki neked meg nem tudja magyarázni a feltámadást. Jézus Krisztus feltámadása. Hittel elfogadjuk, látjuk, hogy jól dokumentált a könyv a Biblia. Hittel elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus feltámad. Érezzük a feltámadott Jézusnak a hatásait az életünkbe, és ez ad alapot az életünknek és a hitünknek. Ezért lehet szép és virágzó gyülekezet, és ettől lesz szép és virágzó gyülekezet a jövőben is, ha mi hisszük az Isten igéjét. Félretenni a hitetlenséget, mert akadály az életedben, akadály a növekedésedben, ha te nem hiszed az Isten csodáit. Higgyed akkor is, ha nem tudod megmagyarázni. Nem az a kérdés, hogy mindent értesz-e, hanem az a kérdés, hogy elhiszed-e azt, hogy Isten, amit kijelentett, az igaz és az úgy van. És aztán a hitetlenség előjön akkor is, amikor látunk egy ember, aki nagyon el van zülve, nagyon el van vetemedve, és azt mondjuk, na ebből aztán nem lesz ember. Ez nem fog megtérni. Ez is nagy akadály a hitünkére. Ezt is félre kell tenni. Isten, ahogy elmondta a testvérnünk, a legnehezebb életű emberből, a legmegromlottabb emberből is ember tud faragni. De te az igazságból ne engedd. Mert nem azt fogja megváltoztatni őt, hogy mindenben megyünk utána, hanem az, hogy képviseljük szeretettel az Isten igazságot. És ez az, ami változást hoz. Mert a Szentlélek dolgozik, és az igét beviszi a szívekbe, a tényeket megvilágítja, és ebből hit fakad, és ebből változás jön. Aztán még egy másik akadály, amit szintén félre kell tenni, ez a világhoz való ragaszkodás. Kérdeztem a tegnap a nagyobbik leányomtól, hogy mit gondolsz, Pálma, mi a legnagyobb akadály a hívő életben? Hát azt mondja, tudod, édesapa, a barátok barátnő. És elgondolkoztam ezen, hogy valóban egy tinédzsernek ez a legnagyobb akadály. És ezt is félre kell tenni. Mert ott élnek közöttük, és azt mondta az Úr Jézus, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket a világból. Ott élnek közöttük, de nem mindegy, hogy ki kire hat. Hogy ők hatnak egy hívő fiatalra, vagy a hívő fiatal hat azokra, akik ott vannak körülötte. Ugye a sót nem azért tesszük az ételbe, hogy elroncsuk vele az ételt, hanem a só azért kerül az ételbe, hogy kihozza az ízeket. Most ilyen a hívő élet is. Ha megjelenik egy ízes hívő ember valahol, kihozza az ízeket. Kihozza azt a szépséget a környezetéből, ami ott van. De hogyha ő megy és alakul a környezete után, és ugyanolyan bűnös szokásai vannak, mint a környezetének, itt pedig jön énekli a szép énekeket, még lehet, hogy hangszeren is játszik, vagy egyéb dolgokkal is próbál ugye megfelelni. Ha ilyen is élete van, hogy az Úrnak is, meg a világnak is, annak nem lesz jó következménye, és abból nem fakad áldás. Ezért kéri az Úr azt, hogy teljes szíve elkötelezzük magunkat, és legyünk sók és világosságunk ebben a világban. És azt is mondja az ige, hogy a megkörnyékező bűnt is félre kell tenni. Félre tenni az akadályokat és a megkörnyékező bűnt. És testvéreim, az ördög mindig a régivel kísér. Ami régen jellemző volt rá, azt hozza vissza. Mindig kínálja, környékez vele. Próbálj újból behálózni. De ehhez adta Isten a Szent Lelket, hogy legyen világosságunk, hogy leleplezzük azokat, és ne sétáljuk bele a csapdákba. És amely gyülekezet, amely nép ezt megfogadja, hogy a bűn kiveti az életéből, és vigyáz az életére, és az erkölcsöz, a tiszta erkölcsöz ragaszkodik, annak lesz jövője, és azon lesz áldás azon a népe. Tehát ez az első üzenet,
hogy tegyük félre az akadályokat és a megkörnyékezőt. A második üzenet pedig az, hogy legyünk kitartóak. Az elődeink is ebben mutattak példát, hogy kitartóak voltak. Elmondta major testvér azt, hogy volt olyan, hogy nem engedték, hogy összegyűjjenek a testvérek. De akkor is kitartóan délutánként, vasárnap délutánként összegyűltek, énekeltek, imádkoztak, és ebből az fakadt, hogy az ifjúság még jobban ragaszkodott az Úrhoz. A kitartás hozott gyümölcsöt. Azt mondták volna, hát nem engedik, rá lehetett fogni a hatóságnak, nem szabad összegyűlni. És megnyugodtak volna, nem lett volna semmi. És lelki hagyatlás lett volna. De a kitartás gyümölcsöt hozott. És milyen jó az, ugye látjuk az idős testvéreinket, én is látom édesapámat, édesanyámat, ma annyian voltunk az udvaron, hogy alig fél. Kicsi igaz az udvar is, de azért megtöltöttük. Elgondoltam magamban azért, milyen szép öregkorunk van. Hogy annyi gyermek, unoka ott van körülött. És láttam más családfőket is, hazajöttek a családok, együtt örültek, és együtt dicsőítették az Urat. És előbb-utóbb a kitartás meghozza a gyümölcs. Milyen jó lesz majd nekünk is, elgondoltam magamban, hogyha megérem a 150 éves jubileumot, lehet, hogy zőrbebottal, vagy én is tolókocsival jövök majd be, de a gyermekeim úgy lesznek, és az unokáim. És milyen szép lesz az, amikor egyszer menni kell a földi légből, és vesszük elő a képeket, és nézegetjük. És azt tudjuk mondani, milyen szép volt ez az élet. Megérte. Megérte küzdeni. Megérte hívőnek lenni. Megérte az Úr mellett kitartani. Mert az Úr itt a földön is megállott. És most adja a színről színre látást. Ehhez kell a hit és a kitartás. És az Úr áldja meg ezt a generációt, hogy ez legyen benne. Mélyen a szívünkbe. Vágyni arra, hogy megtérjenek a gyermekek. Vágyni arra, hogy Istennek megnyerjük őket. És kihozni őket a sátán rabságából, és oda csatlakoztatni az Úr Jézus Krisztushoz. És a harmadik üzenet pedig az, hogy Jézus Krisztusra néz. Ne emberekre, ne vallást keres, hanem Jézus Krisztus. A nagyon sokan mondják azt, hogy az igazság megosztik valláshoz között. Nem így van. Az igazság nem oszlik meg a vallások között. Az igazság egy személyben van. És ez a személy az Úr Jézus Krisztus. És örülünk annak, hogy egy tiszta, biblikus mozgalom indult el akkor, amikor a baptista misszió elindult. Józan, így van, olyan misszió és olyan mozgalom, amiben generációk egymás mellett fel tudtak nőni, kitermelt a maga vezetőit ez a mozgalom, és Isten áldása volt 100 éven keresztül ezen a mozgalmon. Mert Isten hitelesítette ezt. És ennek örülünk. És ez az, ami megtart minket is. Most, hogy Jézusra nézzük, és Jézustól fogadunk el hatásokat, és engedjük, hogy az ő ereje, és az ő tanítása, az ő igazsága érvényesüljön az életünkben. Tehát Jézusra néz, ne emberekre. Meg lehet azt is figyelni, hogy amikor valaki az identitását vezetőkbe helyezi, amikor valakinek mindene egy vezető, előbb-utóbb csalódni fog. Mert látja, hogy az is ember. De Jézusban nem csalódsz. Tökéletes kellene. Tisztaság, a tanítása, az erkölcse, az egész életvitele olyan élet, ami isteni élet, ami azért adatot, hogy példát vegyünk, és megyünk utána, és kövessük őt. Mert ez az életünk értelme, őt megismerni és neki szolgálni. És befejezésül pedig, testvéreim, azt szeretnék mondani még a mai generációnak, hogy fogadjuk el az intést. Fogadjuk el azt, amikor az Úr megdolgál. Ezt van úgy, hogy megteszi a körülmények által, és a körülmények által fenyít meg. Van úgy, hogy megteszi emberek által, hogy valaki elkezd velünk beszélgetni. Van úgy, hogy megteszi úgy, hogy valakit küld hozzánk, és ő int minket, de mindenképpen, amikor Isten int, amögött szeretet van, amögött megmentő szándék van, amögött az isteni megmentő erő van, és azt akarja, hogy megmentsen és kiszabadítson minket a veszedelemből. Az emberi humánum az olyan, hogy az arra fordít hangsúly, hogy hát mindenben egyetértek veled, jól vagy így, ahogy vagy,
nem baj, mindenbe engedek utánad, és ez így telik el évről évre, megint tovább, és azt látjuk, hogy nincs benne változás. De az isteni szeretet az olyan, hogy lehet, hogy nagyon megráz. Lehet, hogy felráz, a közönyben nem enged belesüllyedni, a bűnekben nem enged elveszni, azért, hogy megmentse. Befejezésül egy történetet hadd mondjak, ezt a teológián hallottam, soha nem felejtem el, és már egy párszor elmondtam Zilahon is, de itt is szeretném elmondani. Egy elképzelt történet, de nagyon igaz. Egy ember a csónakba ült és evezett a folyóban, és ahogy húzta az evezőt, háttal volt a víz folyásának, és egyre jobban ment a csónak, egyre gyorsabban, ő élvezte azt, hogy milyen jól szalad vele a csónak, és hogy milyen jól halad előre. Igen, ám csak a csónak a vízesés felé, a napszakadék felé halad. Amikor jött az emberi humánum, és meglát ezt az embert, hogy hogy evez a csónakba, hamar beugrott a vízbe, és elment egész a csónakig, és beugrott ő is, odajött a csónakba mellé, és elővette a kártyát, és elkezdett vele kártyázni, és azt mondta, hogy hát igaz, hogy ennek az embernek nem sok ideje van hátra, de ami még hátra van, az legalább teljen jó. Szórakozzunk, és tereljük el a figyelmét a veszélyt. És így ment tovább, a másik húzta az evezőt, közben még kártyázgattak, és így haladtak előre. Aztán jön a szeretet, és amikor meglátja ezt a csónakot, és látja, hogy már nincs messze a szakadéktól, beugrik, megfogja a csónakot, és felborítja. Az ember mérges, mert hideg a víz. Meg hogy mit akar ez az ember? Mit akar itt a szeretet, hogy felborítja a csónakomat? Hogy képzeli ezt? De amikor megfordult, és meglátta a szakadékot, nagyon hálás volt a szeretetnek. Hogy jött, és idejében megállította. És ezt szolgálja a Lord hálás. Hogy Isten megáll. Van, hogy rám kiáll. Van, hogy csendesen szól. De mögötte az van, hogy állj meg ember! Ne rohanj a vesztedbe! Állj meg, mert van más élet. Van megalapozott élet. Van olyan élet, ami értelmes. Amiben nem keseredsz bele. Ami téged célra vezet. És amiben nagyon sok áldás van. Ami az Úrtól való, ami az Istentől való. Amen.